Sziasztok, köszöntelek benneteket! Az éjszaka folyamán nem csak a Mikulás érkezik meg, hanem a hullámzó frontrendszer csapadékrendszere is. Ezáltal többfelé számíthatunk esőre, záporra, a magasabb területeken halmaz állapotváltás is lehetséges. Kisebb lehűrésre számíthatunk az elkövetkezendő 36 órában, a hét második felében azonban már enyhülés követi ezt, és változékonyabbra fordul időjárásunk, több hullámban számíthatunk csapadékra. Az előttünk álló időszakban tehát, ahogy a relatív nedvességi előrejelzésen is látható, kontinensünk középső tájaira korlátozódik, illetve összpontosul a nedvesség nagy része, és egy több középpontú ciklonrendszer alakítja a kontinensünk középső részének időjárását. Ennek a ciklonrendszernek a hullámzó frontárzónája, illetve ennek a hidegfronti szakasza éri el a Kárpát-medencét az előttünk álló éjszaka folyamán, de a holnapi nap folyamán már távozik is észak-kelet felé, és a nyomában szárazabb levegő tölti ki hazánk területét. Az elkövetkezendő éjszaka során tehát megnövekszik a felhőzet, záródik a felhőtakaró, és többfelé fordul majd elő eső, zápor, illetve a magasabb területeken havas eső, esetleg havazás is kialakulhat. A hajnali órákban a hőmérséklet 0 és plusz 5 fok közé süllyed, a Dunántúl északi részén pedig az északnyugatira forduló szél megélénkülhet. A reggeli órákban a csapadék zóna már a Tisza vidékén járhat. Holnap napközben aztán folyamatosan a csapadékrendszer egyre inkább észak-kelet felé veszi az irányt, és lassacskán elhagyja majd hazánkat. Arra felé még előfordulhat eső zápor, illetve a nyomában, a csapadékzóna nyomában egy-egy zápor nem kizárt. Aztán ezzel együtt megkezdődik a felhőzet szakadozása, és egyre több felé bújik majd elő a nap. A hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható, a hűvösebb értékeket északkeleten, míg az enyhébb hőmérsékleteket már inkább a délnyugati ország részben mérhetjük. Eközben az egyre inkább északnyugatira forduló szél megélénkül és meg is erősödik több helyen. Az ezt követő időszakban pedig továbbra is a változékonyság határozza meg leginkább időjárásunk jellegét, hiszen előoldali helyzetbe kerülünk, a hőmérséklet megtorpanását követően pedig átmeneti enyhülés várható majd. Ezzel együtt a csapadék esélyek is tovább fognak nőni, azonban látszódik, hogy van még ebben némi bizonytalanság, mind a hazánk délnyugati és északkeleti ország részére korlátozódva is látszódik ez a bizonytalanság és ez a folyamat. Ezért a következő időszakban is kövessétek videóinkat és tartsatok velünk, az mellettem látható elérhetőségeken iratkozzatok fel és kövessetek bennünket. Mindenki készítse ki a csizmáját és az okniát, és további szép napot kívánok, sziasztok!